A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ez a hónap mi másról szólna, mint az aranycsapat fantasztikus győzelméről, 70 esztendős a 6-3 a Wembleyben, Anglia ellen, akik 90 évig nem kaptak ki otthon, nem szenvedtek vereséget, tulajdonképpen a labdarúgás feltalálói, ha úgy tetszik. Erről fogunk beszélgetni vendégem Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Szép napot kívánok, szeretettel üdvözöllek, kérlek. De mielőtt belemélyednénk Sebes Gusztáv fantasztikus meglátásaiba és az egészen különleges hadrendbe, amivel megzavartuk, és azt mondom, hogy 30-40 évre előre meghatároztuk a labdarúgás általános történetét, nézzünk meg egy különleges verset. Tegnap ugyanis, ezt még kedves nézőink sem láthatták, egy 77 év vendégségben címmel Bobori Zoltán felolvasó estje volt a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, és legnagyobb meglepetésemre egy fantasztikus verssel kezdődött ez az est. Csillag, csillagok! A londoni évszázad mérkőzése 70. évfordulója tiszteletére Kül Lajosnak, az Aranycsapat Alapítvány elnökének nagyra becsüléssel. Gondoltál-e arra, hogy mire vágytak az emberek? Rabként mire volt szüksége ennek a virrasztó nemzetnek? Mikor Muhi Mohács Majtény világos fájdalma földbe cövekelte a repülni vágyó lelkeket? Gondoltál-e arra, hogy a hamu alatti parázs tüzét várták a bénaságban szenvedő emberek? A szabadság angyalát kérve, hogy jöjjön közéjük, és Árpád fiai végre fölemelkedhessenek. Ebben a lebegész élők is hazában voltak-e, akik példát mutatva erőt adhattak és hitet a bátorsághoz, melyel kiálthatjuk, hajrá magyarok, hogy hihessük, lesz feltámadás, lesz magyar kikelet. Mikor zsarnokságban hallgatásba állult az ország, mikor széjjel szélettünk, nyáj, ha veszti pásztorát, elénk emelkedtek újfajta hősök, fegyvertelen, megypiros mezben, megmutatva, milyen a magyarság. Írók, művészek, tudósok, dolgozók seregében, amelyik szabadságért indult a büszke küzdelembe, Wembleyben a ködös, hűvös november délutánon puskásék beírták nevüket a sporttörténelembe. Dicsőség néked 6-3. Nos, hát fantasztikus. Dicsőség néked 6-3. Köszönjük szépen, Lajoskám. Bobori Zolinak már megköszöntem. No, csodálatos. Hát erről kell beszélnünk, hiszen az Aranycsapat Alapítvány küldetése mindenképpen, hogy ez a történet fennmaradjon, amíg világ a világ. Viszont, hogy jutottunk el idáig, arról is szó kell, hogy essék. Tehát menjünk egy kicsit vissza talán a II. Világháború végéig, amikor is elindult egy olyan folyamat, amely lehetővé tette természetesen egy olyan generáció segítségével, akik fantasztikusan tehetségesek voltak, hogy egy olyan csapat épüljön, ami azt hiszem a világ csodájára jártak. Isten áldás volt, kérdezik. Isten áldás volt. Mert 1950-ben tulajdonképpen összeállt az a csapat, akire azt mondjuk, hogy aranycsapat. De igazából aranycsapat lett akkor ugye 1952-ben hivatalosan, amik olimpiai bajnokok lettünk, kérem. És ide vezethető vissza tulajdonképpen a 6-3-as mérkőzés is. Történt az ugye, 1952-es fantasztikus olimpiánkon, kérem, ugye 16 aranyérem, 10 ezüst és 16 bronz. Hát itt áll ez a csodálatos emlékmű Székesfehérváron, a három magasságos Úristennek, tehát hirdeti a dicsőségüket. A legjobb négy között a svédek ellen kerültünk, tehát svédek ellen játszottunk, és
óriási mérkőzés. Tehát minden idők egyik legszínvonalasabb mérkőzés. 6-0 legyőztük a regnáló olimpiai bajnokot. Ami azt jelenti, hogy 1948-ban kérem Londonban volt a olimpia, és akkor kérem, legyőztük azt a csapatot, aki ott olimpiai bajnok lett, Svédország csapatát. És ennek utána kérem Sir Stanley Roos, a angol labdarúgó szövetség főtitkára, bement, kérem, belátogatott az öltözőbe, a bajnok csapat öltözőbe, és közölte a vezetőkkel, hogy hát ez egyszerűen felejthetetlen volt. Fantasztikus és bombasztikus volt. Önöket, titeket, benneteket szeretnélek látni egy év múlva az angol labdarúgás óriás ünnepén, ugyanis 90 évesek leszünk. Az angol labdarúgás, ugyan 1863-ban alapítatott, 90 évesek leszünk, és óriási dolgokat szeretnénk csinálni, és akkor hát a díszvendégek ti lennétek. Aztán mondták, hát mondjuk Sebes Gusztáv nem tudott angolul, Bart Sándor fordította neki, és akkor ugye egyértelműen válaszolták azt, hogy hát nem mi döntjük ezt először. Tehát nekünk haza kell menni, ott konzultálni kell, és annak utána természetesen válaszolni fogunk. Egyáltalán köszönjük azért a szíves és kitüntető meghívást. Végül is azért a központi bizottságnak, illetve a politikai bizottságnak köszönhetően sikerült. Hát, hogy garanciát kellett adni, de most ki tudod garanciát adni? Igen. Bart Sándor azt mondta, mi Sanyi bácsikkel, hogy egy dolgot tudunk mondani, hogy becsületesen, tisztességesen helytállunk, az biztos. Szégyenkezni nem így kell. Így is történt. Na, először viszont... Sztálint kellett, akkor még ért Sztálin, utána később meghalt, és akkor utána gyorsultak fel az események, és akkor tényleg közölték azt, hogy ezzel örömmel állunk elébe. No. Egy kicsit beszéljünk a csapat felépítéséről, hiszen Sebes Gusztávnak azért ilyen értelemben nagyon sokat köszönhetünk. Az biztos. Hogy átalakította azt a 3-2-5-ös VM rendszer teljes egészében, és lett ebből egy olyan 4-3-3, ami azt hiszem, hogy egy csoda volt. Párját titkította akkor. És ráadásul, és most a játékosokról is beszélgettünk, mert hogy megtalálta mindenkinek a posztját. Igen, biztos, persze, természetesen. De egy dolgot azért említsük még, tehát ugye a 21. század elején a Time magazin megírta, hogy Magyarországról 20. században két dolgot lehet említeni. Két óriási nagy tettük volt. Én azt mondtam, három, de ők azt mondta, a Time magazin azt mondta, kettő. Egy, 1956, ugye Magyarország, kis ország, a világ legerősebb szárazföldi hadseregével is felmerte venni a küzdelmet, kérem, pesti srácok voltak az évemberi, a Time magazinban. A másik pedig az aranycsapat egyértelmű, hát Puskásék. Hát akárhova elmegy az ember, Puskás. Hangeri, kiszúrják a lőszkel, te nem ide való vagy, mit tudom én, a jó Isten tudja, Kuala Lumpurba. Hát azt mondja, te nem ide való. Honnan a bánatba jöttél te? Where you came from? Kapásban mondott, hogy from Hungary, egyből mondják, Puskás, Kocsis, stb. Kártumban voltam, kérlek szépen, vezettem egy futball delegációt oda, Szudán fővárosa, kérlek szépen. Csináltunk egy hajókirándulást a Níluson, és akkor látták tehát hajókirándulás, hajóban ülünk, kérlek, látták a hangeris melegítőnket a szembe jövő hajóról, ordítottak, Puskás, Kártum, a semmi közepén. Igen, hát minden idők. Viszont ha megnézzük, akkor Sebes Gusztávnak az valóban érdeme, hogy bár jó néhányan kimaradtak a csapatból, tehát itt gondolok Szuszára, Palotás és nem sorolom. Ragyogóan mondod. Viszont mindenkinek megtalálta a helyét. Tehát jellemző módon egy olyan kapusunk volt, aki a legjobb kapus 86-szoros válogatottként ment el, de mellette is voltak olyan kapusok, akik fantasztikusak, sajnos nem jutottak szóhoz. Hogyne. Tehát azt mondom, hogy ugye hát először is, tehát tulajdonképpen miért győztünk? Hát azért, hogyha tényleg reálisan elemezik a történetet, azért győztünk, ezt mindig hangsúlyozom kérdésében, mert a mi csapatunkban 6 világsztár volt. Igen. 6 világsztár volt. Tehát mondhatjuk, kérem, akiket egy év múlva a világbajnokságon meg is választották az All-Stars csapatba. Kérem, Grosics Gyula kapuba, Bozsik Jóska, akkor Kocsis, Hidegkuti, Puskás Szimon. 6 világválogatott volt. Tehát 6 világsztárunk volt, és ezzel szemben az angolok egyel dicsekedtek. Stanley Matthews, érte? Na most ez 6-1. Na most ez, tehát a Puskásékat abszolút nem zavarta, hogy most éppen Angliába játszott. 100 000 néző előtt. Úgy van, 100 000 néző, vagy éppen
Nyolcat gorítottak jelen Bázelba, ugye 10 emberre, mert az 57. percben az öcsit lerúgták, 8-3-at gorítottak a későbbi világbajnoknál. Hát ez óriási dolog volt, tehát ilyen talentum volt. És akkor még ez egy küzdeni tudással, akaraterje párosult, és ebből csak az lehetett, hogy gyakorlatilag az 7-3 volt, de amit az angolok mondtattak, lehetett volna 10-3 is. És érdekes dolog volt az, hogy ott, amikor vége volt a mérkőzésnek, felállva tapsoltak. Én megmondom őszintén, tehát ugye a mi időmben is nagyon szerettem odaállni, mert tárgyilagos volt a közönség. Egy szép akció után zúgott a taps. És most meg tényleg olyan előadást láthatott az a 104 ezer vagy 105 ezer ember, kérem, amilyet még soha annak előtte nem. Jó, ők kicsit begubóztak, már inkább csak a Szigetországon futballoztak, tehát Skóciával, Wales-szel, Észak-Irországgal. Ritkán látogatták meg az öreg kontinenset, vagy egyáltalán Anglián kívül valamit. És akkor kérem, hát egy olyan fantasztikus, káprázatos játékot labdaművészekkel, akik hihetetlen gólerősek is voltak. Így van. De egy kicsit, és én azt mondom, hogy egy kicsit menjünk vissza a védelemhez, hiszen méltatlanul kevés szó esik róluk. Tehát a Buzánszky, Lóránt, Lantos, de én bizonyos értelemben Zakariást is ide venném. Oda is kell venni, mivel hogy akkor 4 volt. Ő így lett 4-3-3, hiszen vidékiként Buzánszky Jenő azt hiszem, hogy bebizonyította, hogy az a bányászvér az nagyon is kéréken csörgedezik. Gyula mindig zrikálta őt, amikor megjelent Pacskál meg Glodgatyába bemutatkozó napján Dorogon, meg Grozsi Gyula is Dorogi. De hát hogy az az igazság, hogy ő volt a leggyorsabb ember, kérlek szépen a védelemben. És kitűnő játékos. Egy dolgot azért nem lehet nem megemlíteni, a Ferencvárosban Rudas, hát, hogy mondjam, egy világsztár volt. De ugye ismerhetes az ő sérülése, egy becsúszás alkalmát, ketté törték a lábát, kérem, még akkor Henny Géza is rávetődött, úgyhogy sajnos hát annyira megsérült, hogy nem tudta folytatni azt a káprázatosnak induló pályafutást. És akkor jött a Jenő, kérlek szépen, a Jenő, amikor betették, attól kezdve kitűnő egyenletes teljesítményével a védelem egyik, kérlek szépen, oszlopa lett. Lorántról tudni kell, hogy ugyanez volt ez a történet, tehát, és Lantos Misi bácsival pedig ugye én nagyon sokat tudtam beszélgetni a 70-es évek közepén, amikor a Videoton edzője volt. Ő azt mondta, hogy az ő bizonyos értelemben ugye árnyékban maradt ez a védelem, Lóránt kivételével, meg Rosics kivételével, de ők mindig megtették azt, amit a Buzánszky kért tőlük. Világos. Lórival kapcsolatosan van egy érdekes történet, kérlek szépen, ugye? Hát 6-3-ra győztünk, kérlek szépen, és akkor itthon Rákos Jelftes nagyon jó kedvén fogadta a parlamentbe őket, kérlek szépen, és oda ment a Lóránthoz, Lóránkám. Nagyon jó kedvén volt Rákos Jelftes. Megmondom magának őszintén, kedves Lóránkám, akkor voltam a legnyugodtabb, a Szepesi közvetítés, amikor magánál volt a labda. Maga egy remek futballista. Csak ne lenne ilyen reakciós. Tudja, a Rákosi Jártás az úgy van, hogy hábor előtt maguk voltak opozícióban, ellenzékben, most meg mi? De hát ezért a kijelentés, ott kaphatott van mindjárt 20 év Szibériát. Mögött állt a Farkas Mihály, és mormolta a fogakozott, Lóránt, akkorát a Valagábor rúgok, kiesik a béketáborból. De meghalott a Rákos. Micsoda tábornok, elvtárs! Ilyet mondani, hogy kirúgja maga a béketáborból Lóránt elvtársat. Megjavítjuk! Hát 2 évvel ezelőtt is, kérem, a jugoszláv határól hoztuk vissza diszidálniakat. Isten ments, hogy kirúgjuk innen a béketáborból. Megjavítjuk Lóránt elvtársat. Igazi szocialista ember lett, kitűnő futball. Na hát ez nem jött be. Mert utána... Hiszen természetesen és fantasztikus sikereket ért el egyébként is. Csak ez hozzátartott. No. Középpálya, hát a Cucu. Most a világ egyik legjobb focistája volt. Tehát Puskás, tehát volt egy ilyen háromszög, hogy ugye Bozsik, Puskás, Kocsis. A Kocsis káprázatos volt ugyanúgy. Tehát ilyen nincs. Hét zsonglőr volt, egy fantasztikus virtuóz volt, és mellette eszméletlen gólerős. Hát 68 válogatott mérkőzésen 75 gólt. Bozsik Cucu meg a karmester. De annak ellenére, hogy még védekezni is tudott, sorsdöntő gólokat lőtt. Kitűnő rugóteknik, átlátta az egész pályát, irányította a csapatot. Puskással, Kocsissal. És akkor a másik szürke eminenciásunk, Zakariás. Igen. Pedig nagyon-nagyon sok múlt rajta, és ha megnézzük az előző összeállításokat, a Kovácsokra gondolok, tehát akik azért szerepeltek a
úgynevezett középpályán. Minden válogatottba bekerült volna. Mindenki. Szolyka is. Így van. És mégis az Akkariásnak kapta meg a bizalmat. Ő egészítette ki a cucut. Na, és hát a csatársorunk. Hát a csatársorunk. Budai Laci bácsi, én voltam katona Kossuth Kálfesében, és játszottam nála. Laci bácsi csodákat mesélt. Ott Szentendrén nekünk néha, amikor olyan kedve volt. Tehát bizonyos értelemben elvileg azt mondják, a szakértőktől is hallottam már ilyet, hogy azért lett volna jobb megoldás. Jobb szélsőként. Én erre azt mondom, hogy ő azt, amit kért tőle Sebes Gusztáv, illetve amit a csapatjáték megkövetett, maximális. Ő illett oda. Maximális. Ő illett, ahogy az Akariás, tehát nem a Kovács Imre, nem a Szolyka, hát az a Kovács Imre, én láttam, káprázatos macista volt. A Szolyka dettó, a Bundzsák dettó. És kérem, ezek minden ország válogatottjába bekerültek volna, de Bozsi Cuci ott volt, alig játszott Kovács Imre válogatva. Fantasztikus focista. Ugyanez Sándor Csikar. Akkor ott volt egy Csordás is, összekötő, de játszhatott volna jobb szélsőt, érted? De a Sándor Csikar mindenféleképpen. És a Laci bácsi. De nem, hanem mert úgy ívelte be a labdát, amit a Hofi mondott, kérem, Kocsis, azt mondta, lassan érkezni kell a beadásnak. A beadás érkezett is, kérdezte, és fejelte. Meséli kérlek szépen a Fenyvesi Máté. Egyszer kérlek szépen Cibor valami lerészegedett, kérlek szépen, és hát kihagyta a Sebes, és akkor Fenyvesi Máté volt a balszélső. Együtt voltak a szállodában, kérlek szépen, egy szobában, kérlek szépen, és meséli a Máté, hogy Kocsis Sanyi foglalkozott fel. Mátékám, neked egyet dolgod, öregem. Lefutsz, kérlek szépen, arra vigyázzál, ne fussál túl a vonalon, ne fussál túl a vonalon. Úgy ad be a labdát, hogy az ötös és a 11-es pont közé, a többit az bízd rá. Ez az összes feladatot kérlek. Tehát egyszerűen három emelet magasság emelkedett, ott fölnézett, és oda pattintott a fejjel, ahol nem volt a kapus. Igen, és akkor Kocsis, ugye a gólrekordjáról beszéltünk, ez soha nem fogja elérni magyar futballista. Soha. Azt mondom, már külföldi is nagyon. Mert külföldi is nagyon, így van. Viszont ők, mintha ugye Ciborra voltak a legjobb barátok, és ez később a Barcelonában, mivel leléptek ők is, azért bizonyították, hiszen backdöntőt játszottak, stb. Ő viszont a fejes. Tehát én azt mondom, hogy jelen pillanatban is nincs olyan nemzetközileg ismert futballista, aki olyan szinten fejel. És nem csak a fejeléstől, a másik abból is, hogy mondjam, sportot űzött, ollózva rúgott. Mesélik 1948-ban Springer, a dédunokája az elnökünknek, alapító elnökünknek. Springer úr, kérlek szépen, hogy kim volt a meccsen 1948-ban a Fradi pályán, magyar-osztrákon, kérlek szépen, amikor a Kocsis Sanyi egy ollóra, 22-23 méter gólt rúgott a Zémannak. Ilyet azt mondja, nem látott magyar pályán, a Zéman az osztrák kapus kiszaladt, kérlek szépen, és átölelte a Kocsis Sanyit. Ilyet nem látott. Ilyet nem látott. Egy dolgot el szeretnék mondani, kérlek szépen, ezt nem akartam kihagyni, és nem is, ha megengedett, kérlek szépen, a magyar delegáció, amikor bevonult, kérlek szépen, a Cumberland Hotelből, kérlek szépen, a Wembleybe, a régi Wembley stadionba, kérlek szépen, hát ugye Imperial Stadionnak hívták, mert egy nagy gyarmatbirodalomnak központja volt, és kérlek szépen, társas gépocsin jön a magyar delegáció, kérlek, pártvezérek ülnek elő, kérlek szépen, és behajtanak a Wembley területére, fölnéznek kérlek szépen a toronyra, és látják, hogy Vitéz nagybányai Orti Miklósnak a szobra, vagy a szobra, a zászlaja engedezik, abban a pillanatban Hegyi Gyul elordítottak kérlek szépen, veszett fájdalmából, provokáció! Provokáció! Hát ki merte ezt megcsinálni? Hogy volt ez? De nem, magyarázatot kérünk! Mennek be, kérlek szépen, találkoznak a Sir Stanley Roos-zal, megkérdezik, Sir, hogy volt ez lehetség? Az meg nyugodtan azt mondja, gentleman, unfortunately, azt mondja, sajnos, we didn't have anything else, és nem volt semmi más. Egy zászlongód, az kitett, hogy nyilván volt neki 10, csak zikálni akarták, és ennek van folytatása. Kimennek, kérlek szépen, pályára a csapatok, középkezdésre, és ott valaki a Jóistentől királyi családból készfogásra lement hozzájuk, és az öcsi, mint csapatkapitány, fölnézett oda, és látja, kérlek szépen, még mindig a Gyulát meglökte a Grosicsot, nél majdnem rögögösbe torkolott az egész történet, látta hát a Hortinak az ászlá értetettenek a kommunista, úristen, mi lesz ebből, Szibériába megyünk, basszunk. Aztán na, nem. Aztán na, csak még egy dolgot, csak annyit kérlek szépen, hogy azt mondták, ez a vereség,
Angliát két óriási pofon érte történelme során. 1066-ban kérlek szépen azt mondja, hódító Vilmos, amikor Hastingsnél kérlek szépen szétzúzza az angol seregeket, meg itt Puskás öcsi vezetésével a magyar válogatott 1953. No, akkor a másik karmesterünkről is beszéljünk, hiszen azt jószerivel minden szakíró megjegyezte, hogy az angolok nem találták az ellenszerét annak, hogy a tipikus center játékra készülve Hidegkuti visszalépett. Amire fölcsúltak már 3-1 volt. Ugye 3 gólt lőtt. Igen. Egyszerűen nem tudtak mit csinálni ezzel. Tehát ez egy zseniális húzás volt kérlek szépen, mert eddig az volt, hogy mindenki fogta a saját emberét. De most az az ember kérlek szépen, aki mindig elő szokott lenni, visszajött kérlek szépen, szabaddá vált. És amikor ő megkapta a szabadon átvert labdát, ilyen technikai készséggel és ilyen rugó technikával, a Dándi kérlek szépen maximálisan kiasztál. Hát 4 gólt is rugott, mert a negyediket ugye nem adták meg, de maradjunk 3-at hivatalosan. És eldőlt a meccs. És az angolok annyira, hogy mondjam, annyira hatás alatt volt ennek a történetnek, már az öltözőben azt mondták, azonnal visszavágót kérnek. Hát mondták, hogy lehet kérni, és nagyon boldog, de engedélyt kérnék. És akkor megkapta. És akkor meg olyan engedélyt kaptak, sok tudod, egy ilyen klasszikus meghívás 3 napra szól. Megérkezünk, tréningezünk, játszunk. Vissza. De itt azt mondta, egy hétre jöhettek Balatonra, egy hétre jöttek, hét egyen mentetek. No. Fantasztikus volt. Tehát fantasztikus volt emlékezni ezen a helyen, mert ugye 45 éve... erről beszélünk nyilván. 45 évvel korábban kérek szépen, ott játszottam. De még hátra van nekünk Puskás. Micsoda? Puskásról már jószerivel mindig mindent mindenki elmondott. Ahogy a bevezetőben is említettük, ha megszólalnak a Níluson vagy bárhol a magyarokról, akkor azt mondják, hogy Puskás. És ő a későbbiekben is ugye a távozását követően a Real Madridban azért bizonyította, hiszen egyedül azóta is ő lőtt egyedül 4 gólt, egy bajnokcsapatok Európa kupájában, 60-ban, Glasgow-ban, így van. És a Frankfurt ellen, tehát egy kicsi revansz a németekkel szemben, ugye, ami a Berni döntőbe történt. No, de én azt hiszem, hogy ő bizonyos értelemben ugye vezér volt. Az biztos. Mindenképpen. És nem csak a gólerőssége miatt, hanem azért meghatározta a játékokat is. Legjobb játékos volt, hogy mondjam, fantasztikus. Egy dolgot sajnálok, hogy a világbajnokság nem jött össze. Mindent elért ez a csapat. Tehát olimpiai bajnok volt. 53-ban Rómába, május 17-én, ott voltam most is, kérdezik, oda is letettünk egy kis koszorút, kérdezik a Rómába, ott is 70 éves történetről beszél. Tehát Európa kupa győztesek lettünk. A világbajnoki döntőben bejutottunk valami olyan mérkőzésre, amit a világ újságíró közösségekkel minden idők legszimulásabb, legnagyobb mérkőzésnek szavazta meg, kérlek szépen, az Uruguay elleni 4-2-es győzelmünket, kérlek szépen, Lozánba. Fantasztikus, Kucsi Sánd hosszabbításban történt, ugye, hogy két fejes góljával eldöntött a mérkőzést, és zengett, zúgott a taps, standing ovation, és teljesen, hogy mondjam, a világ szurkolói el voltak ragadtatva, meg a szakembereik. Igen, hát az 54-es VB viszont... És kikaptunk a döntőt, 9. percben is vezettünk a 2-0. Igen, de hát annak ellenére, ugye, hogy erről is szó esett már, hogy 8-3 volt a az első Bázelben, igen. Csoportmérkőzéseken. Kocsis annyi 4 gólt rúgott, hát ilyen nincs is. No, hát viszont van okunk az örömre, mert most, tehát az évfordulón én körbenéztem a nyugati lapokat, címlapokat, mindenki főcímként hozza hála ezt az Isten. Évfordulót, Angliában is, és egyetértenek abban, hogy ez a csapat mindenek egyik legjobb nemzeti 11-e volt. Az aranycsapat alapítvány meghívása, az gondolom elégedettséggel. Hát személyesen intéztem a dolgokat, én kértem terminust, óriási meglepetés, hogy figyelmeztetek, Lajos, nagyon örömködjünk itt, örömködjetek. Te mondtam, januárban kitúztam, hogy két dolgot mindenféleképpen megcsinál. Egy, 70 évvel ezelőtt történt az óriási mérkőzés Rómába, a Stadio Olimpicóba, 3-0-ra 100 000 néző előtt legyőztük kérlek szépen az olaszokat. Ez volt az Európa Kupa döntője. Igen. És akkor kérlek oda is, hogy örömködni. Hát ez meg kérlek szépen az évszázad mérkőzése volt, mert 90 éves feletlenségi sorozatát kérlek adtuk át a múltnak. Na most már fantasztikus. És akkor ugye azt mondtam, hogy személyesen szeretnék, ahogy Rómában is ott voltam, és letettünk egy gyönyörű szép koszorút, itt is szeretnék kérlek szépen megünnepelni ezt a dolgot, mert hát ezt az angolok nevezték el, the match of the game of the century-nek. Igen.
És hogyha megengedik, nagy tisztelettel elmegyünk, és tényleg hát a helyszínen hajtunk fejet. Ragyogó partner volt a Követ úr, kérlek szépen, Kumi Ferenc, Szőlősi Gyuri barátom eljött, kérlek szépen, és akkor szépen odaálltunk hárman, két koszorúval, kérlek szépen, és akkor megkaptuk az engedélyt, hihetetlen szimpatikusak, hihetetlen kedvesek voltak, és tényleg hát nem mérlegelték azt, hogy hát itt ez nekik, mint nekünk Mohács, de hát azt mondták, hogy érdekes módon, ennek a megközelít, érdekes módon közölték azt, hogy hát ebből nagyon sokat tanultak, amiből, aminek az lett a vége, Sir Alf Ramsey átvette a vezetést az angol labdarúgás, ő volt a szövetségkapitány, és világbajnoki győzelemhez vezette 1966-ban kérlek szépen az angolokat. Annak előtte se, annak utána se voltak világbajnok. Így van. No, szóval össze... fantasztikus jó érzés volt ott azon a helyen lenni, kérlek, magyarnak lenni, és tényleg hát óriási tisztelet övezett bennünket, és respekt kérlek szépen, hogy hát itt van a magyar delegáció, és tényleg akiktől aztán később annyit tanultunk, hogy világbajnokság lett belőle, világbajnoki cím. No, hát ennyit zárszóul. Én azt hiszem, hogy az a méltóság, ami kíséri ezt az évfordulót, azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségünk van rá. Minden olyan pillanat fontos nekünk, ami a magyar labdarúgás általában a magyar sportot dicsőíti, igen, és ők pedig mindenképpen megérdemlik, az a 11, illetve Sebes Gusztáv, és mindenki, igen, aki abban az időszakban ezzel foglalkozott. Csak Lajoskám, csak köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Egy dolgot, ha megengedsz, hát Isten áldás volt azt a helyet látni, ahol tulajdonképpen hát felléphettem az FC Bruges csapata csapatával, akikkel bejutottunk kérlek szépen a bajnokcsapatok Európa Kupa döntőjébe, akkor back volt. Az azt jelentette, bajnokcsapatok Európa Kupája. Na most akkor csak a bajnokcsapatok indulhattak. Az óriási dolog volt kérlek szépen a spanyol bajnokot kiverni onnan, akkor nem a Barcelona és a Real Madrid volt, hanem az Atletico Madrid, és ugye a Juventus a legjobb négy között sikerült kiverni, hát még a tartalékok között is hát, olasz válogatott játékosok volt, és bekerültünk a döntőbe. Itthon azt írta egyik kommunista újság, kérlek szépen, a börtönbe vagyok. Pekjük volt, mert ugye bekerültünk a döntőbe, és megvásárolta a magyar televízió közvetítési jogot, és pekjükre kérlek szépen, hát ugye felléptem, és ez volt az, amit a Vitrai, hogy ezen a mérkőzésen a Vitrai egyetlen egyszer, kérlek szépen, nem említette a nememet. Telefonálok az édesanyámnak, kérlek szépen, hogy drága anyukám, itt vagyok a Wembleybe, kérlek szépen, kapcsold a televíziót, mert hát kicsi férdet majd fogod ott látni, rohangálni, futkározni. Azt mondja, micsoda? Hát az újságban olvastam, kérlek szépen, hogy börtönben. Csak mondom, nem gondolod azt, hogy az újs... nem gondolod azt, hogy itt a börtönből lehet jobbra-balra telefonálgatni. Mindegy, mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, az biztos, hogy úgy van. Csak azzal tudtam bebizonyítani, kérlek szépen, hogy nem vagyok a börtönben, hogy 100 000 néző előtt ott felléphettem a döntőbe, kérlek szépen, a Bruges csapatába, Liverpool ellen. 67. percig játszottam, utána sérülés következtében lehúztak, de akár ennyiúra kikaptunk a hogy hívják, történet, a FC Liverpooltól, aki gyakorlatilag otthon játszottak, de a fellépés lehetősége óriási. Egyetlen élő ember vagyok, sajnos, aki kérem, Balázs Begdöntött játszott. Lajoskám, erről már beszéltünk, és talán fogunk is. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És én kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy emlékezzenek méltó módon erre a fantasztikus teljesítményre, hiszen ez a történelmünk, és nagyon helyesen fogalmazott egy újságíró barátom, hogy ez nem csak sporttörténelem, hanem ez a magyar történelem egy kiemelt eseménye volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Köszi szépen, kérlek szépen. Hála Istennek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.